A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok! A hír, amelyhez kapcsolódik mai fehérvári beszélgetésünk, hogy Gimesi Kramár Judit, a Székesfehérvári Balett Színház produkciós menedzsere március 11-én átvette a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést a gyermekek tánc iránti szeretetét tápláló kultúra közvetítő és szervezői tevékenysége elismeréseként. Nos, ennyi a rövid hír, vendégem pedig Gimesi Kramár Judit. Szervusz, örülök, hogy itt vagy bennem. Lajos, én is köszönöm a meghívást. De hát ne szaladjunk ennyi előre, hiszen hadd ismerjük meg azt az életutat, azt a fantasztikus életutat, ami elvezetett téged Székesfehérvárig. Ugye én olvasom, hogy volt egy kijelentésed, hogy vagy óvónéni, vagy színésznő leszek, hát ez nem jött be csak részben, bár bejött mindkettő, de most a legnagyobb örömünkre a pillanatnyilag, és reméljük, hogy ez hosszú ideig így marad, Szárnyaló Balett Színház egyik legfontosabb szerepét töltött be, hiszen általad jut el a közönséghez mindaz, ami az előadásokon túl jellemez egy ilyen nagyívű próbálkozást, hiszen tudjuk, hogy ez újonnan jött Székesfehérvárra Egerházi Attila vezetésével a társulat. No, de hát beszéljünk rólad, Miskolcon születtél. És hát ugye Kazincbarcikán éltetek, beszéljünk a kezdetekről, az indítatásról, hogy a töpörtyű kislány miként szerette meg a kultúrát, és hogyan, miként vonzódott hozzá olyannyira, ami elkísér a máig. Hát a töpörtyű kislány elment Miskolcon színházba. Illetve nem elment, hanem a drága szülei elvitték a Csizmás Kandóra, és 4 éves volt, és elbűvölt az a varázslat a színpadon, hogy egy másik világba csöppenhettem. Hogy együtt élhettem ugyanakkor azzal a történettel. Nagyon szerettem a meséket, de nem szerettem, ahogy ha mesélnek nekem. Ez nem ahogy mesélnek, hanem egyáltalán hallgatni nem szerettem. Tehát nekem hozzá kellett tenni a vizualitást szerintem, és ezt megadta a színház számomra. És 4 éves koromban kezdődött ez az egész, utána elköltöztünk Tapolcára, és ugye akkor a televíziónak még nagyon komoly értékközvetítő és kultúra közvetítő funkciója is volt, nem csupán a szórakoztatás. És Tapolcán nagyon sok színházi előadást televízióban láttam, hiszen ott nem volt akkor színház, nem volt a közelben sem nagyon színház, nem jutottam el igazából. Bár a veszprémiek jöttek, a veszprémi színház és a szüleimnek volt színházbérlete, tehát azért a minta az megvolt a szüleim részéről, hogy színház szerető emberek voltak, és színházat látogató emberek voltak. És nekem utána 13 évesen a Márkus László féle fösvény volt az, ami a televízióból dőlt rám, és hatott rám nagy erővel, és akkor mondtam azt, hogy vagy óvónéni, vagy színésznő leszek. Az óvónéni pedig akkor onnan jött, hogy egy nagy Y házba laktunk, ahol rengeteg gyerek volt. És én mindig a piciket pesztráltam. És azt gondolom, hogy az pedig innen jött, és mindig velük játszottam, velük énekeltem, verseltem, meséltem nekik, és valahogy az óvónéniség pedig azt gondolom, hogy innen jött, és ettől van ez a két út előttem egész életemben valahogy párhuzamosan. Édesapád bányamérnök volt, ez így hozta van a sok költözést. Egyébként az a vonzódásod a kultúrához, a versekhez, a művészetekhez segítette a beilleszkedéseidet a későbbiekben is? Tehát egy új közegbe. Tehát költözni mai kell. Napig emlékszem, hogy mondják minden osztálytalálkozón az osztálytársaim, hogy sosem felejtik el, amikor a szimbolistákról tanultunk, Rembóról és Verlaine-ről, akkor én így fölpattantam, és elmondtam a Rembónak a Magánhangzók szonettjét, és mindenki le volt döbbenve, hogy a Judit miket tud. Én kaptam erre egy 5-öst. Igen ám, de nekem 15 éves koromban már megvolt a Gálfi László féle önálló estes bakelit lemez, amit én rengeteget hallgattam. Hogy segítette vagy nem, segítette is, meg nem is. A kommunikációt mindenképpen nyilván. Segítette abban, hogy önazonos lehettem, és meg tudtam mutatni önmagam a színészetnek, és azért az első alapvető lényeg az ez a fajta exhibicionizmus, hogy látva lássanak. Tehát ez vitt közel a színpadhoz, és a színjátszáshoz, a néptánchoz. Először igen, ez a szeretném magam megmutatni
című történet, meg nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Ezek azt gondolom, hogy nagyon sokáig motiváltak. Aztán egy idő után ez elcsendesedett, amikor az ember találkozik mesterekkel, rendezőkkel, komoly szakemberekkel, és elkezdenek arról beszélni, hogy ez most miért fontos, hogy mi színpadra állítsuk, miről szól, elkezdik analizálni ugye a helyzeteket, szituációkat, és az ember rájön, hogy ez ennél sokkal több, mint hogy én most megmutassam magam, sőt nem is rólam szól a történet, hanem mint amatőr színjátszó is ezt tapasztaltam, vagy látókörös versmondó, amikor itt még a vers, a Bobori Zoltán csinálta a látókört, és abban én részt vettem, és mi adtuk, akkor még nem volt önálló társulat a város rendezvényeinek a műsorát, de ott is a Zoli volt az, aki irányította a dolgokat, megmondta, hogy mik lesznek, ki után jön. Na, a színház ugyanez a műfaj, hogy a rendező megmondja, hogy mit kell csinálni, és közben azért elmondja, hogy miről szól, és miért kell ezt csinálni. Tehát az ember tulajdonképp idézőjelben mondom, de egy eszköz, és nem róla szól, hogy most őt látva lássák, hanem igenis arról szól, hogy szembesítsünk, hogy tegyük jobbá a világot, hogy menjünk a mélyére, egy kicsit pszichológia is, egy kicsit az élet sűrítése is a művészet. Úgyhogy valahogy engem ez vitt mindig utána már előre, hogy tegyük jobbá a világot, tegyük szebbé a világot, érthetőbbé a világot. Tehát időközben már megérkeztünk Székesfehérvárra, ahol mondtad, hiszen édesapád bányamérnökként a Fejér megyei Bauxit bányavállalat igazgatója lett, és hát egy tínédzser számára azért egy új közegbe belecsöppenni, akkor lehet ezt igazából megérteni, ha átgondoljuk, hogy egy teljesen új közeget megszokni. A beilleszkedésedet nyilván megkönnyítette az a sokszínűség, ami képviselt akkor is, de mi fogadott itt Fehérváron a József Attila gimnáziumban? Hú, sok nehézség, mert fél évig én kollégista voltam. Apukám Kincsesbányán volt munkásszálon, a bátyám a Miskolci Egyetemen, anyukám még Tapolcán, tehát fél évig... Hát embert próbáló időszak volt, és ilyen hétvégi család voltunk. A kollégium velem nagyon jól bánt, ugyanis csak nekem megengedték, hogy az olvasóterembe tanulhassak délután. És nekem az olvasóterem egy Tapolcáról jött kislánynak, aki akkor is már járt a Batsányi János könyvtárba, Tapolcán rengeteget, és aktív könyvtártag volt, és ott is már amatőr színjátszó voltam, meg néptáncoltam. De az olvasóterem, az nekem valahogy nagyon-nagyon mélyen belém ivódott. Természetesen nem sokat tanultam, mert minden más könyvet levettem, ami érdekelt. De nagyon nehéz volt. Az osztály szerintem nagyon jól fogadott. De valahogy mindig az alattunk lévőkkel lettem igazán jóba, valahogy ott találtam jobban társaságot, nem a saját évfolyamomban, hanem inkább az alattam egy-két évvel levőkkel. Ők voltak valahogy ilyen nagyon kultúrára, színházra, művészetre, irodalomra, művészfilmekre nyitottak, amire aztán én is. Egyszer azt mondtad, hogy kinyílt a világ Székesfehérváron előtt. Így van, így van. Tehát az, hogy én táncházba tudtam menni, hogy a kölcsönszínháznak lettem a tagja, amit a Fertő Laci csinált annak idején. A Videóton színjátszó körben nem mertem jelentkezni, mert nem éreztem magam annyira ügyesnek, hogy én oda jelentkezzek. Így tényleg a kölcsönszínházba avatódtam be a színházzal kapcsolatban, ilyen amatőr színjátszóként. Emlékszem, a napszületését csináltuk Pilinszkitől, és nekem ugye Pilinszki volt már akkor is a kedvenc költőm, és ezzel szembesülni, hogy jaj, de jó, akkor most itt megcsináljuk. Tehát tényleg kinyílt a világ, színházba járhattam, én ott ruhatáros lettem, hát én nagyon boldog voltam, hogy ruhatáros vagyok, mert hogy nézhettem az összes előadást minden este, mindig megkérdezték, hogy ki szeretne beülni nézni az előadást, én voltam az egyedüli, aki mindig nézni akartam minden előadást. Tehát tényleg kinyílt a világ a táncházzal, a színjátszással, a néptánccal, tehát a táncházakkal, hogy én két hetente minden táncházban ott voltam, és mezőségit táncolhattam, és székit, és szatmárit, és ez nekem fergeteges élmény volt. Hogy művészmoziba mehettem. Egyértelmű, megérintettek a művészetek. Nagyon, nyilvánvaló, igen. Hogy 17-18 esztendősen, amikor pályaválasztás előtt áll az ember, akkor ott a nagy dilemma, hogy mi leszek, ha nagy leszek, hát hiszen már nagy vagyok. Nálad ez hogy történt? Hiszen aki ilyen sokszínű tevékenységet folytat, és ráadásul tehetséggel teszi, az óhatatlanul is bizonyos értelemben a színházi közeg felé orientálódna, vagy a pedagógusi közeg felé. Nálad ez hogy történt? Hát én színművészetire jelentkeztem, amire édesapám azt mondta, hogy kislányom, az ELTE matek szakára könnyebben be fogsz kerülni, mint a színművészetire, és majd eljön az igazság pillanata, és el is jött, mert nem vettek föl.
Tehát nagyon, én egy idő után azt mondtam, hogy azért művészeti főiskola, mert művészetbe kerülni, tehát nagyon-nagyon nehéz volt, és valószínűleg ez így is volt jó, hogy nem sikerült, mert az ízületeim már akkor rosszak voltak, és édesapám se azért mondta ezt, mert hogy nem tartott tehetségesnek, hanem azt mondta, hogy le kell ugrani egy 2 méter magas asztalról, másnap gipszelnek. És hogy ezt egy színésznő nem engedheti meg magának, hogy ennyire rosszak legyenek az ízületei. És helyette jött a helyette misszió. Jogra jelentkeztem. Igen? Igen, Pécsre jelentkeztem jogra az első évben, ahova szóbelire már el sem mentem. Aztán utána valahogy itt ragadtam még egy-két évig. De aztán rátalált a misszió, az a küldetés, ami azt hiszem, hogy mindennél többet mond egy jellemről, hiszen aki ilyen szinten otthon van a kultúrában és a nevelésben, hiszen ahogy mondtad, fiatalabb akkor is foglalkoztál a kollégiumban, óvónő lettél. Az egy csoda pillanat, ráadásul Sopronban, tehát még csak nem is közel. Ilyen értelemben már mondhatjuk, hogy az ország egyik végében születtél, és a másik végében lettél felnőtt. És ez azért is nagyon érdekes, mert édesapám, aki bányamérnök és Miskolcon végzett, Sopronban kezdte az egyetemet. Úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy én meg valahogy úgy oda kerültem. Hát Sopron akkor mindig más. Mi fogadott téged Sopronban? Szeretett. Szeretett. Tehát, hogy én hazaértem. Én valahogy akkor azt éreztem, hogy de jó, otthon vagyok, ez az én városom. Viszont nem adtad fel az álmaidat. Nem adtam fel, és ott is 2 dolgot csináltam egyszerre. Tehát én jártam a főiskolára, nagyon szépen, rendesen, ahol elmentem Ki mit tud versenyre, ahol országos elődöntőig jutottam, ahol volt nekem 2 nagyon jó magyar irodalom tanszéken, 2 nagyon jó tanárom, akik azt mondták, hogy Judit, most indul a Soproni Színházban egy színitanod, a Valló Péter és a Mikó István fogja csinálni. Menj el és jelentkezz, mert biztos fölvesznek. És akkor én már így az esélytelenek tudatával mentem, hogy biztos nem sikerül ez sem, mert nem vagyok egy színésznő alkat, stb. És aztán Valló Péter fölvette a GB Show Szent Johanna monológgal. Valló Péter egy legenda. Mikó István nem különben. Mi mindent lehetett megtanulni tőlük, ami máig elkísér? Valló Péternek itt vannak a fülemben a mondatai, amikor azt mondta, hogy ő nem garantálja, sőt biztos, hogy itt nem lesz mindenki színész, meg színésznő. És ez így is lett. Egy dolgot tud megígérni, intelligensebbek leszünk, érzékenyebbek leszünk, jobban fogunk tudni kommunikálni, jobban fogunk tudni kiállni az emberek elé. Ezt fogja tudni nekünk nyújtani, ami biztos, hogy kiből lesz színész, és kiből nem lesz színész, ez majd az élet eldönti. Tehát nem ígért semmit, és ugyanakkor nagyon sokat adott. Tehát szituációk elemzése, hozzáállás, kiállás, instrukciókban, és leginkább életszemléletben és bölcsességben. Hihetetlen művelt és intelligens, jó látású ember. Hatalmas szeretettel és elfogadással. Ez nyilvánvaló. Az ő mondatai elkísérnek, igen. Ennek ellenére ugye visszajöttél Fehérvárra. Már végzett óvodapedagógusként. Ez törést okozott benned? Igen. Nehéz volt visszajönnöm. Nehéz volt ott hagynom Sopront, pont a színház miatt. Tehát ott lehetett volna tovább menni a színházi vonalon, de nem tudtam magamnak ezt megengedni anyagilag, ilyen fiatalon. Az óvodapedagógia öröklétet biztosít, én azt gondolom, hiszen ha valakire, az óvónőkre, azokra az óvónőkre, óvónénikre, akiket kedvelünk, öregkorunkig esküszünk rájuk, tehát ők a csodák, ők a példaképek, viszont te nem álltál meg itt, hanem azért elindultál azon az úton, ami elkísért megint csak a jelenik, hiszen művelődés szervező szak drámapedagógiával együtt, az már egy olyan távlatokat nyitott meg előtted, mondom én, ami meghatározza az életedet. Mindenképp szerettem volna ötvözni a 2 világot. Ez nekem alapvető célom volt, hogy ahogy gyerekeknek a tapolcán a picikkel foglalkoztam és játszottam, ezt valahogy szerettem volna mindenképp tovább vinni és egy magasabb szintre emelni, hogy gyerekeknek, piciknek színházi nevelést adni, hogy ők is megszeressék a színházat, megszeressék a kultúrát, megszeressék a művészetet, bátrabban tudjanak kommunikálni, bátrabban tudjanak kiállni, műveltebbek legyenek, intelligensebbek legyenek,
érzékenyebbek legyenek, tehát az érzelmi intelligenciák. És azt gondolom, hogy a drámapedagógiával ezt az utat sikerült ötvöznöm, tehát a színházat és a gyerekek iránti szeretetemet sikerült a drámapedagógiával úgy ezt ötvöznöm, ahogy azt én mindig szerettem volna. És ahogy a gyerekek szerették volna. Mert itt tulajdonképpen az a fontos, ami neked bejött, hogy tehát nem önző módon használtad azt a rengeteg tudást és empátiát, amit megkaptál a tanulmányaid során, illetve azoktól az emberektől, akik tanítottak, hanem mindig a gyermekek érdekét nézted. Én alapvetően mindig azért szerettem tanulni, hogy utána a gyakorlatban tudjam alkalmazni. Tehát az ember rengeteg elméletet megtanul a főiskolákon, a gyerekpszichológiától elkezdve a pedagógián át, a neveléstörténet, majd művelődés szervező drámapedagógia szakirányon, a színház történet, a drámaesztétika. Tehát nagyon sok elmélet, de engem mindig a gyakorlat érdekelt. Tehát, hogy valamit átadni, valamivel, ahogy mondtam a legelején is, tegyük jobbá a világot. És a gyerekeknél is ezt éreztem, hogy tegyük teljesebbé az ő életüket, és az egymással való kapcsolataikat, mert a gyerekek sokszor nagyon nehezen tudnak kapcsolatot teremteni, illetve nem tudják az útját, nem tudják a módját, és a drámapedagógia ezt is megsegíti náluk, ezeknél a pici gyerekeknél. Ugyanakkor nyilván a színház továbbra is vonzott, hiszen jött egy adódik mindig egy alkalom, és az ember soha nem felejti el az elsőt, tehát visszatér az eredendőhöz. Veled is így történt, hiszen visszamentél Sopronba. Valló Péter nagy szerepet játszott ebben, gondolom. Bár ugye ez rövid időre korlátozódott, így van, sajnos. Így van. Megkerestem a Pétert, mert hallottam, hogy őt kinevezték ott művészeti vezetőnek, én pedig az életemnek olyan fázisában voltam. Egyébként akkor Prospero színköröztem, és akkor a Micskó Zolinál és Molnár Ferencnek a Liliomjába játszottam Marikát, de valahogy az életem annyira megrekedt, úgy éreztem, hogy muszáj megint lépnem. És Valló Pétert akkor nevezték ki ott művészeti vezetőnek, igazgatónak, és én megkerestem. És azt mondta, hogy nincs művészeti titkárom, Judit, Sopronba. Pesten van egy művészeti titkárom, aki a pesti próbákat koordinálja, és akkor Sopronba, akkor ő nagyon örülne, hogyha ott lehetnék művészeti titkára, tehát egy ilyen személyi titkár ott Sopronba, illetve hogyha közönségszervezést is vállalnám. És akkor valahogy így a két munkát egyszerre csináltam, hétvége nélkül, napi 16 órába. Sűrű volt és intenzív. De ezek csodapillanatok voltak. Igen, nagyon, nagyon. Nagyon szép előadások is születtek akkor. Ugye véget ért ez rövid idő után, és utána jött egy olyan időszak, amiről kell, hogy beszéljünk, hiszen a mélységek hozzátartoznak a magasságokhoz, hogy azért tudjuk, hogy mennyire kiegyenlítődnek a jók és a rossz idők. Essék szó röviden a betegségedről, betegségeidről. Hát engem Sopron annyira megviselt, tehát amikor az ember elveszíti a szerelmét, hogy nagyon megbetegedtem, lett egy idegösszeomlásom, szívritmus zavarral, szerintem egy kis depresszióba is becsúsztam, amit a végén megfejeltem egy rákkal. Tehát a vége egy melanoma malignum lett, akkor viszont már óvónőként újra elhelyezkedtem itt a mélységekből, tehát az meg újra erőt tudott adni a gyerekekkel való foglalkozás. És volt egy nagyon bölcs vezetőm, a Mái Lilla az óvodába, a Napsugár óvodába, aki akkor kezdett el engem terhelni feladatokkal, amikor én beteg voltam. Hogy véletlenül se adjam föl. Tehát, és akkor írtam meg a jó gyakorlatomat, akkor tartottam előadásokat, akkor tartottam rengeteg bemutatót, belső továbbképzéseket, 30 órás akreditált továbbképzéseket óvónő kollégáknak. Tehát nagyon... Ott szintén akkor hirtelen 2016 környékén, 18 környékén egy nagyon intenzív időszakomat éltem. Tehát ha csak azért is, azért jöttem, hogy tüzet hozzak a világra, és mi mást akarok, mint hogy égjen címszólat? Hát igen, Máj, azt leírod számtalanszor, hogy Máj Lillának sokat köszönhetsz. Hát én most ezúton megköszönöm neki szintén. De aztán jött egy újabb megmérettetés, itt gondolok a Kodóra. A mentálhigién, és ez kapcsolódott egyébként a betegségedhez is, hiszen ez egy olyan szakma, olyan hivatás, ami szintén kapcsolódik ahhoz, hogy ki milyen állapotba kerül bizonyos problémák, gondok után. Mindig érdekelt a pszichológia, a színháznál is nagyon érdekelte a pszichológiai vonala, tehát ahogy hogyan elemzünk egy szituációt, az emberek közötti kapcsolatot. Tehát a pszichológia engem mindig nagyon érdekelt. És ez a mentálhigiéni nyilván onnan is fakadt, és az érdeklődésem, hogy valóban
a saját mentális egészségemre is megtanuljak vigyázni. És szoktam is magammal ilyen gyógyító beszélgetéseket folytatni, amikor úgy érzem, hogy valami problémás helyzet van, és hogy ezt most hogy oldom meg, és hogy nem oldom meg, és fölteszem magamnak azokat a kérdéseket, amit lehet, hogy egy szakember tenne föl nekem. És aztán megválaszolom magamnak ezeket a kérdéseket, tehát nyilván magamat segíti is ez a mentálhigiénés képzés. Másokkal még nem próbálkoztam, hogy ezt kipróbáljam, vagy gyakoroljam, tehát ezt így elvégeztem, de igazából ennek még nincs. Majd lehet, hogy ezt is fogom még csinálni. Fantasztikus és tanulságos a te életutad, de én azt gondolom, hogy amikor igazán megérkeztél ide Székesfehérvárra, bár ez már többször előfordult, de ez én a mostra hegyezném ki ezt a beszélgetést is, hiszen 2020-ban mi is kétségekkel kaptuk a hírt, illetve kétségeink voltak, amikor megérkezett a hír, hogy balettszínház lesz Székesfehérváron. Egerházi Attilát tudtuk, ismertük, ugyanakkor a balett, mint műfaj Székesfehérváron, nyugodtan kimondhatom, jószerivel ismeretlen volt. Aztán a kortárs táncszínház pedig még inkább. Néhány zenés darabot láthattunk a Vörösmarty Színházban, ez viszont új volt. Én akkor beleástam magam helyek közzel Egerházi Attila pályafutásába, megnéztem egy-két darabot, ami elérhető volt, és kiderült, hogy ez egy nagyon is történetmesélős, valóságos balett, ami táncszínházi ellemmel ötvözi mindazt, amit mi addig balettnek hittünk, és ez új volt. És ráadásul ugye a csapatnak az egyik motorja és éke, te magad lettél. Meglepett ez a meghívás Egerházi Attila részéről, hogy produkciós menedzserként vállalj feladatot? Engem nagyon. Az óvoda udvarán voltam éppen a gyerekekkel, és akkor hívott telefonon. És a Magyar Kultúra napjára beszéltünk meg akkor egy találkozót, és meggyőzött. Mert megint úgy éreztem, hogy váltanom kell. Nem azért, mert nem szerettem az óvodát, hanem mert annyira tényleg az ízületeim már annyira rossz állapotban voltak, hogy egyre nehezebb volt, és egyre több flektorpor fogyott, és nem gondolom, hogy az út, hogy egy óvónéni folyamatosan fájdalomcsillapítón él a gyerekek között, és már nem érem utol az udvaron, vagy nem tudok már úgy legugolni, vagy nem tudom a törpejárást úgy megmutatni. Tehát érzékeltem a saját korlátaimat. És nagyon örültem a lehetőségnek, amit jó szívvel elvállaltam és elfogadtam, és azóta is nagyon intenzíven, aktívan és lelkesen teszek. Teli találat volt a Balett Színház idekerülése, Fehérvárra teli találat volt a kinevezésed. Hogy szoktad meg azt a milliót, amit ez a sok színű, sok nemzetiségű és vadonatúj előadásokkal jelentkező rendkívül intenzív időszak kíván? Soha nem ültem ennyit számítógép előtt. Tehát ugye ezt nehezen, hogy egy számítógép és egy telefon a társaságom, és ott kevesen vagyunk az irodán, ezt tudva levő, hogy tényleg nagyon kevés létszámmal visszük a balettszínházat. Amúgy meg nagyon könnyen, tehát a táncosok előtt én mindig azt mondom, hogy emelem a kalapomat, nagyon nyitottak, nagyon elfogadók, nagyon kedvesek, alapfokú angol nyelvvizsgám van, valamelyest megértjük egymást, de ebben inkább a művészeti titkár van otthon, mert ő beszél nagyon jól angolul. Hamar megszoktam és hamar átálltam. Beszippantott, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon beszippantott. Nem is volt arra idő tulajdonképpen, hogy én csak úgy nézelődjek. Tehát hiába a pandémia, akkor is 5 bemutatónk volt pandémia alatt is, most 7 bemutatónk volt. Tehát ezt megszervezni, művészeti, műszaki egyeztetéseket megcsinálni. És hát nagyon fontos a közönség. A közönség találkozók elterjedtek, most mennyire többen vannak, és a balettbarátok köre is úgy tűnik, hogy éledezik a pandémia után, tehát ez egy csupa-csupa jó hír. Hogy telnek a mindennapjaid? Munkásan, szorgosan, dolgosan. A férjem mindig ezt kérdezi, hogy milyen napod volt, és mindig úgy válaszolok neki, hogy szorgos, dolgos. Így telnek. Sok utazással, sok szervezéssel, sok logisztikával. Sok fele kell figyelni, tehát a marketingtől elkezdve, bár nem csinálok marketing feladatokat, de én vagyok az összekötő kapocs a balettszínház és a marketing csoport között, tehát tőlem kapják az információkat és az instrukciókat. A lámpaparkon keresztül annak a megszervezése, a buszon át,
a próbaterv összeállításáig, a tájelőadásokra egy műszaki megszervezés, műszaki egyeztetések, hogy ott milyen műszaki feltételek vannak, mit tudnak biztosítani nekünk, mit kell vinnünk. Az embereket, a műszakot megszervezni, hogy kik fogják a háttérmunkát csinálni. Tehát sok mindenre kell figyelni, ezért van a füzetem, hogy abban, hogy mindent írok magamnak, hogy semmi ne felejtődjön. A Balett Színház is, majdnem kihagytam az ist, a Balett Színház is egy rendkívül igényes műfaj. Hogy találod meg a hangot a művészekkel, hiszen a szerte a világból érkeztek ide? Hát ahogy mondtam, van egy angol alapfokon. Tehát úgy kérdezem, hogy ők figyelembe veszik-e, hogy milyen sokat dolgoztok a háttérben azért, hogy minden rendben menjen? Kölcsönösen meg szoktuk köszönni egymás munkáját. Helyes. No, megérkeztünk az elismeréshez. Miként fogadtad? Meglepett nagyon. Azt tudtam, hogy Attila felterjesztett engem ősszel, de hogy én ezt megkapom, ezt így nem gondoltam. És az első gondolatom valóban, ahogy már mondtam is, a felelősség volt, hogy egy díjnak lehet nagyon örülni, de az valahogy mindig azt érzi az ember, hogy ez egy nagy felelősség is. Tehát, hogy akkor még jobban, és még többet, és még inkább. Igen. Essék szó a jövőképedről. Mit hozhat a jövő? A Balett Színháznak és Gimesi Kramár Juditnak. Remélem nagyon sok jó előadást a továbbiakban is, és megyünk ezen az úton tovább. Én bízom benne, hogy a közönséghez jobban és erőteljesebben el tudunk majd jutni. Most elindultunk a nyugdíjas klubok felé, tehát visszük a hírt. Ott szoktam nekik táncszínházi nevelést csinálni például nyugdíjas kluboknak. De bízom benne, hogy jövőre már iskolák felé is tudunk nyitni, vagy akár az óvodák felé. Úgyhogy szeretném, hogyha egy ilyen kreatív táncszínházi misszió indulna el a jövő évadba, aminek én így aktív harcosa lehetnék, hogy minél többen jöjjenek és nézzenek bennünket. Történjék így. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és még egyszer gratulálok minden színház szerető székesfehérvári nevében az elismeréshez. Köszönöm nagyon szépen. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Gimesi Kramár Judit volt, a székesfehérvári Balett Színház menedzsere. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.